Pattogós dobszóval hívják hadba azokat a hagyományőrző katonákat, akik Mátyás király korának hadmozdulatait és hadfelszerelését mutatják be a katonai emlékparkba látogatóknak. Ahogyan a rendezvény neve mondja, valódi csatatéri sokadalom ez, ahol szinte századról századra láthatjuk a magyar katonaság változását és fegyverzetének, eszközeinek fejlődését. A középpontban természetesen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc gyalogosai, huszárjai és tüzérei álltak. Láthattunk igazi huszártoborzótáncot, és megtapasztalhattuk, milyen hanghatással járhatott, ha eldördült Gáboráron rézágyúja. A hely szelleme arra kötelezte a fiatal honvédsereg hagyományőrzőit, hogy annak rendje és módja szerint megint elkergessék a területre betolakodó császári hadakat. Amint a lőporfüst felszállt, már is ugrottunk egyet ismét az időben. Első és második világháborús katonákat, haditechnikai eszközöket láttunk. Aztán a 70-es, 80-as, 90-es évek haderejében rendszeresített gépjárművek megszemlélése után megérkeztünk a jelenbe. Erről árulkodik a Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandás statikus bemutatója, vagy éppen a virtuális vadászrepülőgép szimulátor. A csatatéri sokadalomra kilátogató ifjak és idősebbek szó szerint élőképet kaphattak hadtörténelmünk múltjából és jelenéből.